egyetemünk területére a holnapi naptól, azaz március 12-től a hallgatóság nem léphet be. 16-ától, hétfőtől távoktatási formában fogjuk az oktatást továbbítani önök felé. Ebben a szalagban vagy levélben találunk egy artériát. So what we did to Leah, that was Dr. Vajdovics's recommendation for the pharmacological treatment. Ide is tér a májtól egy szalag. Ez a ligamentum hepatoduodenale, ez az, ami ilyen zöldes. These large blood vessels, arteries, and also veins that are located here. Lényeg az, hogy 2 hónapos korától van velünk. Van itt még egy kutyánk, Igor, aki egy domestikált kutya, ugye, és egy domestikált kutya nagyon-nagyon nagy segítség egy vadállat nevelésében. And on the other side, the plica grossa epiglottica lateralis, and in between the two, we see the valacula epiglottica. And you can see here, it is quite good as it looks like. This is how it should be. The contents of the large intestine is a little bit having higher consistency than the small intestines because you have water absorption. Jó esetben, hogyha minden rendben van, akkor ezt láthatjuk, ez így a pozitív reakció. Can you show the extensor digitorum lateralis? The extensor digitorum lateralis is a bit tricky because you have the communis here and it's just right next to it. Mind a két esetben azonban a bal oldalán fekszik, és mind a két esetben nagyon helyesen a transducer marker, azaz állat gerince fele mutat. Absolutely, I'm happy if correct answers are even more than one times on the list. X-ray, yep, I would do that. Position, this is your tuberositas tibia. Now I'm going to put this guy down and we are going to... Nobody saw that.